Érkezik a traktor nagy szállás mellett az erdő közepén, és húzza maga után a szálfát. A kivágott akácfákat aztán a munkások bemérik, és már zúg is a láncfűrész, kezdik annak darabolását. Ahhoz, hogy idáig eljussunk, hogy egy területen fakitermel is történjen, ahhoz legalább egy 2 éves tervezői és erdőbecslési munka szükséges. Ezt ugye tavaly végeztük el, így adtuk be erre az évre az erdészeti hatósághoz az adott fakitermelésre a engedélykérelmünket. Ezt megkaptuk, és ahogy az egész éves gazdálkodási folyamatunk odáig ért, hogy erre a területre érkeztek a fakitermelőink, elkezdtük a munkát. Ez a munka egy véghasználat, egy akác fafajú véghasználat, csak szeptember 1 után kezdhető el. Most már javában zajlik ez a fakitermelés. A cél, hogy a legnagyobb értékhozamot érje el a fakitermelés, ezért elsősorban ipari felhasználásra termelik ki a faanyagot, ami viszont erre nem alkalmas, az tűzifaként végzi. Az erdőnek ezen a részén mintegy 3 hektáron vágják ki a fákat, ebből körülbelül 350 köbméter tűzifa keletkezik majd. A vasárnap bejelentett hatósági áras tűzifa program hatására jelentősen megugrott a kereslet. A lakosok a területekhez illetékes erdészethez tudnak fordulni kérdésért, kérésért. Nálunk ez itt Nyíregyházi Erdészetnél úgy működik, hogy vagy e-mailen, egy megadott e-mail címen, vagy telefonon kell érdeklődni a tűzifa után, vagy pedig személyesen az erdészeten lehet ezt megtenni. Tájékoztatás után egy megrendelő lapot kell kitölteni, ahol mindenki a maga igényének megfelelően, és nyilván a lehetőségeket figyelembe véve teszi az igényét. Mi ezt feldolgozzuk minél gyorsabban, minél hamarabb, és tájékoztatással leszünk a lakosok felé, hogy mikor, hol várható a igényelt tűzifának a kiszolgálása. A hengeres tűzifa szállításáról azonban a vásárlónak kell gondoskodnia. Az egységes, maximalizált ár kemény lombos fajták esetében bruttó 30 000 forint köbméterenként, míg lágy lombos és fenyő esetében 19 000 forint. Ez Szabolcs-Szentmihályi-Bereg megyében jelentős árszabályozás, itt már dupla annyiba kerülne most a tűzifa, mint a Dunántúlon. Térségünkben ugyanis jóval többen fűtenek ezzel télen. A hatósági áras tűzifa programban háztartásonként maximum 10 köbméter fa igényelhető. Az elmúlt napokban közel 400 igény érkezett be a nyíregyházi erdészethez, amivel mintegy 3000 köbméter fát kötöttek le. Ezért mindenkitől türelmet kérnek, próbálják a fakitermelést, amennyire csak lehet felgyorsítani.